9-én kerül megrendezésre a Nemzeti Lóverseny pályára, Kincsen Parkban. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy miért is szervezünk Magyarországon rockfesztivált. Azt gondolom, hogy Magyarországon a rockzenének igenis nagyon nagy hagyományai vannak, amelyeket ápolni kell, és szeretünk végre egy olyan eseményt adni a magyar embereknek, fiataloknak és időseknek egyaránt, ami kifejezetten a hazai rock nagyjairól szól, nemzetközi nagy fellépők nélkül, drága belépőjegy árak nélkül, és ami nagyon fontos, hogy a helyszínen is olcsón tudjanak az emberek enni, inni. És hogyha az ételekről és az italokról beszélünk, nagyon-nagyon nagy boldogság számomra, hogy nagyon sok kedves újságíró kolléga van itt, akik rendszeresen járják a rendezvényeinket, és tudják azt, hogy nagyon sok gasztronómiai eseményt szervezünk évente, és ezt a kis gasztronómiát szerettük volna belevinni a Budapesti Rock Fesztiválba. És ha már hazai gasztronómia, akkor mi illene jobban a Budapesti Rock Fesztiválhoz, mint a kiváló magyar sörök, pálinkák, borok és a jó magyar ételek. Tehát aki kilátogat az első Budapesti Rock Fesztiválra, az nem csak a zenére mulathat, viszont kóstolhat kiváló hazai élelmiszereket is. Ami még nagyon-nagyon fontos szempont, hogy két óriási sörsátrat építünk fel, egy 75x20 méteres sörsátrat, ami a rock nagy sátor lesz, és egy 50x25-ös nagy sátrat, amelyhez egyébként még több száz ülőhelyet adunk. Ezért nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy ha esik, ha fúj, a Budapesti Rock Fesztivál igenis tele lesz, és jó idő lesz mindenhol. A gasztronómiai és a zenei programok mellett felépítünk egy hatalmas vidám parkot és egy rock cirkuszt, lesz ezen kívül rock diszkó, és természetesen, mivel a Magyar Nemzeti Lóversenypályán kerül megrendezésre az esemény, ezért a lóversenyekre is tudnak majd szórakozni a rajongók. Nagyon fontos, hogy az egész családnak szól az esemény, 14 éves kor alatt ingyenes a belépés, és több mint 800 ingyenes parkolóhelyel készülünk a fesztiválra, illetve a stadionok megállótól 10 percenként ingyenes buszjárat indul azoknak, akik már megvették elővételben a jegyeket. Akik csak a helyszínen vennék meg, azok egyébként 300 forintért vehetik meg majd a buszjegyet. Ez azért jó, mert így az éjjel-nappali buszokkal is könnyen elérhető az első budai rockfesztivál. Hatalmas nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eseményünknek majdnem mindegyik zenekara elfogadta a felkérést. Egyébként olyan szempontból unikum ez a rockfesztivál, hogy két nap alatt több mint 17 fellépőnk lesz. Úgyhogy szeretném felkérni a kedves fellépőket sorban, hogy mondják el, hogy miért vállalták el, és hogy mit hoznak a Budapesti Rock Fesztiválra.